Egy ejtő elnyőt vizsgál a fűben a NAV munkatársa, majd sorra kerülnek elő a bozótból a füstölnévalóval teli mesterkartonok. A felvételek a közelmúltban készültek, amikor a hivatal emberei a keleti határszakasz egyik legmeghatározóbb csempészbandáját kapcsolták le. A gyanú szerint a bűnbanda az elmúlt évben 26 ezer doboz adózatlan cigarettát hozott át illegálisan az ukrán-magyar zöld határon. Javarészt az volt a módszerük, hogy egy egyszemélyes motoros sárkányrepülő Ukrajnából a magyarországi légteret megsértve berepült az első helyi községbe, ahol is ejtőernyő segítségével juttatták célba az árut. A házkutatásokon a NAV nyomozóinak és pénzgyőreinek Nélábú társaik Heti és Ella is segítettek. A banda ingatlanjaiból a csempészéshez szükséges eszközök garmadánya került elő, egy nélkül tartható önvédelmi gázviasztó fegyvert, professzionális hőkamerát, éjjellátót, térfigyelő kamerákat, valamint kábítószer gyanús anyagot is találtak az egyenruhások, amelyeket bizonyítékként lefoglaltak. Nyomozó kollégáim az ügyben hat szemét hallgattak ki gyanúsítottként, bűnszövetségben, jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás miatt a bűnbanda vezetői jelenleg letartóztatásban vannak. Abban az esetben, hogyha bebizonyosodik a bűnösségük, akár 8 évig terjedő szabadságvesztése is számíthatnak. Az összesen mintegy 25 millió forint értékű áru átcsempészése miatt a tettesek több mint 50 millió forint jövedéki bírságot fizethetnek meg.